Egy méltánytalanul elfeledett elektronikai alkatrész lesz a mai téma, ő a Tiristor. A Tiristor elődje a Tiratron, erről láthattok videót az egyik moduláros videómban, ahol egy oszcillátort építek vele, de mi is a Tiristor, ő egy kapcsolóelemként használható, mondjuk úgy, hogy vezérelt dióda, és teljesítményszabályzókban, vagy vezérelt egyenirányítókban használták régen, amíg meg nem jelentek ezek a MOSFET-ek. Nos, ő lesz akkor a mai témánk, a Tiristor, és ennek a páros társa a TRIAC, és a vele felépített kapcsolások. Már a háttérben láthatjátok a rajztáblán, hogy ő lesz a Tiristor, de megmutatom előbb, hogy hogy is néz ki. Nos, a legnagyobb Tiristorom, ami most nekem van, ezt még a Trabant sebességszabályzó, első generációs Trabant sebességszabályzóba használtam. Ő egy 400 amperes orosz gyártmányú, csavaros, azt hiszem, hogy 20-as csavarral kivezetett, le se jön, igen nagy, 400, tényleg 400 amperes Tiristor. Én már oldalra raktam neki plusz kivezetést, mert a csavaros felületet nem tudtam kivezetni, és így kapott egy ilyen pántot oldalról, és azzal lehetett a fémházáról, azt hiszem, az pont talán az anódja. A lényeg az, hogy a 400 amperéhez egy ilyen összehasonlításképpen kisujjamnyi vastagságú vezeték, és annak a... mi ez? Szemes saruja tartozik, szóval olyan legnagyobb, belőle van kettő, az egyiket már én megkurtítottam, ott rá passzíroztam, ez egy saját gyártmányú, lehet látni. Ilyen háromirányú saru, nem is saru, hát ilyen már nem szemes sarunak nevezném, mert három irányban van, és ugyanúgy egy ilyen plusz kivezetés, azt hiszem ez 16-os autóhifis tápkábel, és a vezérlő elektródája neki olyan is van, az pedig külön vezetéken itt jön ki, tehát a Tiristor az egy vezérelt félvezető, mint mondtam, van neki egy vezérlő elektródája, az a gét, van egy anódja és egy katódja, mint a diódáknak, őt mi kapcsoljuk be, hogy mikor irányítson egyen. És mindjárt majd mondom is, hogy milyen tulajdonságai vannak, csak előbb csak megmutatom ezeket. Szóval ezek a 400 amperesek, itt egy 100 amperes, ő egy ugyancsak orosz gyártmányú, ez szerintem, hát ez se kicsi csavar, nem tudom, ilyen 17-es villáskulcs fogja a szanyast, tök mindegy, ő egy 100 amperes Tiristor ilyen kivezetéssel, hát ez a kivezetés a kb. 16 négyzetméris tápkábel, vagy még lehet a 20-asnak a belső keresztmetszete, és ez a 100 amperes. Na most ilyenkor jön föl nekem mindig, amikor mutatnom kell, hogy és egy ilyen IRFP 064N-re írják rá, hogy 100, tudom is én 10 vagy 30 vagy mennyi ampert képes, azon a lábon, jó, a tövén még talán ilyen 0,3x4 mm-es felületen jön ki, és utána az a láb az olyan 1 milliszer 0,3 vagy 0,4 lesz, azon a lábon ő elvileg 100 akárhány amper képes kapcsolni, ő elvileg. Ezek nem bízták a véletlenre, akkoriban ők ilyen kivezetéssel, ilyen kb. 7-8 mm átmérőjű csonkkal jöttek ki, és azzal vitték át a valódi 100 amperünket. Nos, ők a nagy Tiristoraim, és persze van még sok-sok kicsi, ilyen mindenféle hűtött, meg a kis TO3-as tokozású, ez a kis cuki, nem tudom mi a tokozásának a valódi száma, de ezek ilyen kis RCA gyártmányú, meg tudom is, hogy milyen gyártmányú kis Tiristorocskák, és még ebbe az aranyszínű cuki tokozásba is van Tiristor, ez itt egyébként mind ilyen kis, hát nem azt mondom, hogy kis áramú, mert van amelyik nagyobb áramú, ilyen kisebb teljesítményű Tiristorok vannak nekem ebbe a dobozkába, ebbe meg talán ilyen ticces sorozatok, de most nem szedem ki. Akkor ezek is Tiristorok, ilyen tokozásba csavarozható, ugyancsak ott a pluszkép kivezetés a tetején, ugye a gétje és a vagy az anódja, vagy a katódja, mert van katód, meg anód vezérelt is mind a kettő. Ez ugyancsak egy orosz. Ezek ilyen 15-20 amperes, meg 25 amperes Tiristorok.
csak hogy úgy előre vetítsem, hogy mit tudnak ezek, és akkoriban miket tudtak. És ez is milyen cuki, milyen szép. Lehet egy ilyet majd be fogunk kötni a végén. Ezek már diódák, és a tirisztorok tesói. Már mondom, hogy a kettő tirisztor egymásra szembe kötve az a triak. Ugyancsak kis TO220-as tokozású formában, hát ugyancsak a motos ponthegesztő építős videóban a BP-139-el történt a megépítése ezeknek, és az is egy szép erős triak. No de, lássuk is, hogy hogy működik az a tirisztor és mit csinál. Igen, vannak új filceim, jól látjátok. Nos, a felrajzolt táblán láthatjátok a tirisztornak az elvi felépítését. Mint mondtam, ő egy kapcsolható, vezérelhető dióda, a jele is ezt tükrözi, egy dióda jel, ugye, és a hát most a katódjából kijövő plusz két szál az, ami őt vezérli, ami hogyha majd kap egy jelet, akkor kinyit, és úgy működik majd, mint egy dióda. Szóval, mint mondtam, egy négy rétegű félvezetőről van szó, három darab, egy, kettő, három PN átmenetből épül fel, és úgy fogható fel, mint két egymásra ültetett ellentétes struktúrájú tranzisztor. Itt lehet látni magát a tranzisztorokkal felépített majdnem tirisztort, de az elvét ebből tudom megmutatni. Ugye itt egy PNP és egy NPN tranzisztort látunk, és itt a főső, a PNP tranzisztor emitter körében látunk most egy fogyasztót, egy izzót. Na most alaphelyzetben itt a G-t, hát most ezt igazából le kéne húzzuk szerintem testre, valamennyire egy ellenállással, jó nagy ellenállással, lényeg az, hogy zárja le ezt az NPN tranzisztort. Szóval ha ez a tranzisztor le van zárva, itt nincs bázis emitter feszültség, akkor a kollektora fönt van. Ugye ha fönt van a kollektora, ahol a PNP-nek az emitter, az sincs kinyitva, akár ezt fel is húzhatnánk egy pici ellenállással ide a emitterhez, teljesen mindegy, lehet, hogy kéne is, akkor ez a tranzisztor is le van zárva, kollektora elengedett. És lent lehet akár testen ezzel az ellenálláson keresztül a bázisa ugyanúgy az NPN-nek. Ha viszont ide adunk egy akkora feszültséget, amivel kinyitjuk az NPN tranzisztort, ugye azt a 0,6-0,7 voltot, akkor ez a tranzisztor kinyit, kollektorát lerántja testre, ha a kollektorát lerántja testre, ez egy emitter követő, nézzétek meg, ez egy PNP tranzisztoros emitter követő kapcsolás, ha lerántjuk a kollektorát testre, akkor az emittere jön utána. De folyik kollektoráram, méghozzá mekkora kollektoráram, bőven annyi, ami nyitva tudja tartani majd az NPN-t, onnantól kezdve nem kell már itt hozzáérjünk, mert a PNP tranzisztor emitter kollektor árama, majd itt az emitter felé itt szépen záródik. Jó, ez azért is mondom, hogy csak egy ilyen helyettesítő kép, magyarázó kép, mert alapvetően nem folyhatna akkora áram teljesítménnyel, amit az izzót persze majd világításra bírja, csak nagyon nagy teljesítmény tranzisztorokkal, hogy itt egy emitter kollektor és a bázis felé, vagy eme ágon, hogy itt emitter bázis és kollektor emitter ezen, tehát ezen a két ágon tudna folyni áram. Na most, hogy itt igazi tranzisztorokkal sose próbáltam ki. Folyhatna-e akkor áram, hogy az az izzó stabilan úgy világítson, hogy ezeknek a bázis emitter diódái bírják ezt az áramot? Hát jó kérdés, igazából két ágon megy, egyszer lehet majd kipróbálom, mert teljesmény tranzisztorokkal meg lehet nézni egyébként, hogy milyen bázis áramot engednek meg akár egy teljesmény tranzisztorra, lehet, hogy egy ilyen kisebb áramú tirisztort össze lehet pakolni belőle. Lényeg az, hogy így lehet felfogni a működését magának a tirisztornak. Lényeg az nála is, ha a gétre, most itt a katód vezérelt tirisztorok, mert van anód vezérelt is, amilyen vezérelt egyébként ahhoz az elektródájához képest kell a gétre feszültséget kapcsolni, és a gétáram hatására ugye begyújt, ez a gyújtó elektródája a gétje, begyújt a tirisztor és elkezd vezetni, és úgy is marad mindaddig, amíg meg nem szakítjuk az áramkört. Na most hogy lehet megszakítani egy tirisztornak az áramkörét, ezt most már le fogom törölni, és mutatok egy-két alapkapcsolást vele. Vegyünk alapul egy katód vezérelt tirisztort. Ő, mint mondtam, diódajel, megy le testre, itt a gétje kivezetve, A gétjére mindig ellenálláson keresztül adjuk a delejet, mert nem kell neki nagy feszültség, inkább árammal számolhatunk, valamekkora gét áram kell a begyújtásához.
és az anód körében fogjuk most elhelyezni a fogyasztót, ide adunk egy pozitív tápfeszültséget. Általában a tirisztorjaink elég nagy feszültségig bírnak ilyen, a legkisebb is szerintem nekem 100 volt körüli, de ilyen több 100 voltos darabjaim vannak általában, nagyobb feszültségek kapcsolására nagyon gazdaságos, mert, mint láthattátok, négy rétegű, félvezető, bizony a rajta maradó maradék feszültség is tetemes, nagyon annyira nem tetemes, de több, mint egy MOSFET-nél, vagy mint egy kinyitott tranzisztornál. Kinyitott tranzisztornál, ugye, egy NPN tranzisztornál, ugye, ha kinyitjuk, itt marad egy szaturációs, az még egy ilyen BD249-nél is ugye ilyen 0, mennyi volt? Egy olyan fél volt körüli volt, ha jól emlékszem. Akkor ott van a MOSFET-ünk, legyen bármilyen, most nem is rajzolok neki. Még nem is rajzolom meg az elektródáit se. A MOSFET-nél ugye RDS-on van. RDS-on, tehát a nyitva tartott, vagyis bekapcsolt MOSFET maradék ellenállása fog számítani. Na most a bipoláris tranzisztornál, mint mondtam, ilyen fél voltok általában maradnak a tranzisztoron, addig egy tirisztoron ilyen 1-1,5 volt feszültségek szoktak maradni. Nagyobb feszültség kapcsolása esetén ez ugye eltörpül, ez a rajta maradt maradék feszültség. Na most például, amikor azt hiszem pont a 400 amper SM-re tán valahol rá is volt írva, hogy 1,2 volt marad rajta, na most az ott, és 800 voltos. 800 voltnál 400 amper esetén ugye kapcsolunk egy, ez a maximális teljesítménye, nem tudom ki lehet az ilyet, biztos ki lehet használni tirisztornál. Na most 800x400 amper, az bizony 320 kW. Nem tudom, hogy annyit engedjünk-e rá. Ilyenkor majd mi fogja meghatározni, mit szabad egyébként kapcsolni vele, mindjárt mutatom. Tehát az 320 ezer watt, 320 kW-ot tudunk kapcsolni, és 400 ampert mondtam. Na most rajta marad 1,2 volt a tirisztoron, és átfolyik rajta 400 amper. Na most összeszorozzuk a kettőt, akkor ugye azt szerintem olyan 500 körül lesz. 400x1,2 az 480 watt. 480 watt veszteségi teljesítményünk lesz ezen a tirisztoron. Hát egy brutál hűtőbordán ezzel a csavarral, ezzel a felépítménnyel azt a 480 wattot szerintem simán leadja egy ilyen eszköz. Amikor egy akkora kis MOSFET-re, amit mutogattam az előbb, ráírják, hogy 320 watt disszipációra képes, akkor egy ilyen a 480 wattot szerintem hűtve, jó nagy bordán, biztos, hogy leadja, és akkor nyugodtan a 400 ampert át lehet rajta zavarni, ha nem is használjuk ki a 800 voltot, amit kapcsolgat, de akkor is a csumája neki, ehhez képest a 320 kilowatthoz képest ez a fél kilowatt, hát azért csak ott marad 319,5. Úgyhogy azért ezek nagyon durva, nagy, erős kapcsolásokba, akár lágyindítókba használatosak. Háromfázisú lágyindítót is ilyen nagy tirisztorokkal lehet építeni, lehetett régen is építeni, akár ilyen motorindító áramköröket. Nagyon sok mindenre, ezért a teljesítményért. Őket használták, de csak kapcsoló üzemben lehet, mint mondom, használni őket. Ők, ha kinyitjuk őket, akkor puff, úgy maradnak, és erre a feszültségre ő kinyit, és ott marad ő egy kapcsolt eszköz lesz onnantól kezdve, semmi másra nem jó, de hogy lehet őt megszakítani? Mint mondtam, a tirisztor, ha kinyit, akkor úgy marad. Van neki egy tartó árama. Ha most itt például nem egy izzó van, hanem egy olyan fogyasztó, aminek változik az ellenállása, akkor ha az, hogy olyan nagyra emeljük az ellenállást, amit ő táplál, hogy már alá esik a tartóáramnak, akkor alapba megszakad a tirisztor. Ez mindig egyébként a tirisztor adatlapján olvasható, hogy mi az a tartóáram, aminél ő még behúzva marad. Most azért mondom a behúzát, mert tudom, hogy egy relével is ki lehet helyettesíteni egy öntartó kapcsolással. Tehát amíg ő nyitva marad, az az áram kell, hogy átfoljon rajta. Akár az egész áramkört, ha megszakítjuk, akkor is meg lehet szakítani az ő áramát. Vagy például az én régi trabantos, tirisztoros, hát csopper, mert szaggató,
sebességszabályzomba úgy működött a dolog, hogy ide volt rakva egy másik kapcsoló elem, egyébként az is egy tirisztor volt, és bizony egy kondenzátort kapcsolt rá a tirisztorra párhuzamosan. Na most ezt kisebb áramoknál mi is megtehetjük, a kiürült az, hogy üres, töltetlen kondenzátor ugye rövidzárként viselkedik, ha kevesebb rajta a feszültség, mint az az 1,2 volt, ami itt nyitott állapotban itt van, teszem azt, a tirisztoron, és akkor legyen ott bekapcsolva a kapcsoló, akkor már rajzoljuk meg szépen, hogy itt be van kapcsolva a kapcsoló, ez meg világít, mint a fene. 1,2 volt rajta van a tirisztoron, ha mi olyan kondenzátort tudunk rá kapcsolni, üres kondenzátort, amiben nincs 1,2 voltnyi feszültség, hanem sokkal jóval kevesebb van, és több áramot lop a tirisztortól feltöltődéskor, mint ami rajta épp aktuálisan folyik, akkor, ha ezt ide rákapcsoljuk, erre fele fog hirtelen folyni az áram, a tirisztor felé nem fog folyni áram, vagy legalábbis nem annyi, ha alá tudunk menni ezzel a tartóáramnak, akkor bizony megszakítottuk onnantól kezdve a tirisztort, és mi fog történni, ha ezt rajta adjuk ezt a kondi szépen lassan föltöltődik a fogyasztón keresztül, itt lesz rajta útárnyi feszültség, és a tirisztor elengedett, nem világít tovább az izzó. Tehát egy darab kondenzátorra, ami puff, le tudjuk zárni a tirisztort. Na most utána persze ezt a kondit megint csak ki kell sütni nullára, vagy másik megoldás, nem rákapcsoljuk simán a kondenzátorunkat, hanem ide töltünk bele befele negatív, mínusz UT-t. Tehát negatív testhez képest negatívabb feszültséget töltünk a kondenzátorunkba, és azt sütjük rá a tirisztorra, akkor tutira errefele fog folyni az áram, és be lehet ezt szépen szabályozni, hogy mekkora kondenzátorra, mekkora negatív feszültséggel lehet azt a tirisztort folyamatosan lezárásra bírni. Az én trabantos csopperem így ez alapján is működött, tehát ennyit csinált, másik két tirisztor dolgozott benne, az egyik a negatív tápra kötötte mindig ezt a kondenzátort, és egyben kisütötte, mert mint mondom, ha ezt ide rácsattintjuk, akkor elkezd pozitívákban töltődni ez a kondenzátor, persze megszakítja a tirisztort, utána ezt el tudjuk engedni, ha el tudjuk, az is persze külön kapcsolás technikával, és utána a másik tirisztor pedig betöltötte a kondenzátorba az újabb negatív, majd lezáró feszültséget, aztán megint ez nyílt ki, közben ezt persze vezéreltük, nyitottuk, ezekkel meg lezártuk folyamatosan. Három darab tirisztorral lehetett egy komplett PWM kapcsolást csinálni. Na, az a kényszer kommutáció, az tényleg egy régi technológia, de a legelső elektromos targoncákban, amik ilyen tirisztoros sebességszabályzóban voltak ellátva, azokban ilyen dolgozott. Nézzünk egy gyakorlatiasabb kapcsolást csak tirisztorral, méghozzá egy on-off két gombbal. A malackának az elején egyik videóm alatt kérdezték kommentbe, hogy hogy a fenében működik az, hogy két darab gombbal én tudom vezérelni a kimenetre kapcsolást. Na most azt úgy kell elképzelni, hogy itt nem izzó van esetemben ott, hanem egy relének a behúzó tekercse. Itt ezt is simán bekötjük majd mindjárt útápra, tehát itt van a kis relénk, és hogy van? Így kell? Tök mindegy. Itt a kis relénk, és hát most jöjjünk el idáig, és ezt a kapcsot zárja, és akkor itt van a, legyen itt is az útápunk, és akkor ez meg a kimenet. Kimenet, persze, hát erre is lehet, hogy rakni kell, én nem is tudom, védődiódát, de rakjunk rá egy védődiódát, ne tegyük tönkre ugyancsak félvezető tirisztorunkat, mintha itt tranzisztor lenne. Na most itt esetünkben, amikor rákapcsoljuk a távfeszültséget, tirisztor még el van engedve, azaz, hogy nincs begyújtva, nem vezet, a relé behúzó tekercse nem kap feszültséget, ez nincs zárva. Na most fogunk egy kapcsolót, lejövünk útápról, hogy jöjjek le, így jövök le útápról, lejövök útápról, itt lesz az útápom, és ide rakok én egy ellenállást, nem is, már a gétre rakom egyből az ellenállást, egy soros áramkorlátozó ellenállást. Na most ide szépen rakok egy nyomógombot, talán ez a jele, és ha a nyomógombot én megnyomom, akkor az UT rájut el az ellenállásra, az ellenálláson keresztül be tudjuk gyújtani a tirisztor, tirisztor, puff, leránt, és megjelenik rajta itt az 1,2 volt, a maradék az UT-ból rámegy a relé behúzó tekercsére, és a behúzó tekercse által
ezt a záró érintkezőt zárja, az UT kiút a kimenetre, ott van a kimeneten a tápfeszültség. Hogy zárjuk le? Hát úgy zárjuk le, hogy ide rakunk egy másik nyomógombot letestre. Mi fog történni, ha én be van gyújtva, éppen kint van a kimeneten a delej, ha én ezt megnyomom, mi fog történni? A relé nem a tirisztoron keresztül, hanem ezen a kapcsolón keresztül fog záródni. Ezen a kapcsolón nem fog 1,2 volt esni, kevesebb, azaz, hogy szinte semmi, mert csak egy jó fajta záró érintkezés. Tirisztor elenged, de még mindig ezen keresztül tartjuk, és amikor ezt a kapcsolót elengedtük, akkor puff, tirisztor már rég nem vezet, relé elenged, kimenet megszűnik. És itt történik az, hogy ez nekem az alsó piros gombom, ez a zöld. A piros gombot, ha csak pillanatra megnyomom, ugye még nincs elindítva öntartásba, csak ha egy kicsit megnyomom, egyből tudom a relét vezérelni, pillanatnyilag nyomógombbal ki tudom küldeni a kimenetre az UT-met, és akkor addig, amíg nyomva tartom, addig szépen be van húzva a relé, ha elengedem, elenged, de ha a zöldet nyomom meg véglegesre, akkor bizony a tirisztor fog vezetni, és úgy marad. És tartja az egészet, megtehetem azt, hogy a pirosat benyomom, jó, rányomom a zöldet, pirosat elengedem, és úgy maradt az egész, mert tökéletes, minden szuperül működik. Abban a készülékben így működik a kimenetre kapcsolás egy szár tirisztorral. És itt a tábla mögötti dupla tápomnak a kimenetre való feszültség kikapcsolása ugyanilyen elven működik, csak pici fémházas kis tirisztorokkal van kapcsolgatva ott benne a relé, úgyhogy ezt is meg lehet bármikor építeni, ez egy nagyon egyszerű és hasznos kapcsolása a tirisztornak. Van nekem egy nagyon jó motor sebesség szabályzó kapcsolásom tirisztorral. Na most a tirisztorról még nem mondtam azt, hogy hol lehet még megszakítani a tirisztor áramát. Hát például váltakozó áramú rendszerben, amikor ugye a nulla vezetőhöz képest a fázisunk folyton változó polaritással jelenik meg, akkor ha ott egy tirisztorral, egy kinyitott tirisztorral vezetjük át ezt a fél hullámot egy fogyasztón, akkor a nullát menetbe ugye mindenképpen megszűnik maga a tápláló feszültség is, és át is fordul ráadásul az áramirányunk is, mert a feszültség is megfordul, a nullához képest itt negatívabb lesz, mindenképpen a tirisztoron folyó áram megszakad. Na nem csak a váltakozó feszültségű és áramú rendszerben, hanem bizony, ha egyenirányítottuk, és a lüktető 100 Hz-es egyenfeszültséget kapcsoljuk egy tirisztorral kapcsolt körre, akkor minden egyes nullára leérkezésnél megszűnik az áram. És ott a tirisztor elenged. Tehát megtehetjük azt, hogy például egy egyenirányított 100 Hz-es, itt legyen a pluszunk, itt a minuszunk, és akkor ide kapjuk a egyik váltót, a váltó másik végét, itt lesz nekünk egy pluszunk, és itt a minuszunk, vagy test. Ha a testelem, akkor testünk. Lényeg az, hogy nem szabad rá puffer kondenzátort tenni, mert az elrontaná a játékot, mert a puffer kondi ugye kiegyenlíti a közöket a félhullámok között, és sose érkezik majd le testre. Nekünk pont az a lényeg ebben a kapcsolásban majd, hogy testre leérkezzen mindig, minden egyes félhullám között a kimeneti feszültség, mert ott fog megszakadni a tirisztorunk, és én egy orosz gravírozó gépből loptam egy, itt a puskám, loptam egy kapcsolást hajdanán, azóta is előszeretettel használom, méghozzá a kék saját gyártmányú esztergámba is ezzel működik a motorsebesség szabályzás. Az egésznek az elve ugyanaz, mintha PWM-et használnánk. Itt lesz egy motorunk. Na. Nem ez egy szaloncukor, ez egy motor. A plusz meg a mínusz kapcsa. És a motorra sorba lesz a tirisztorunk. Ti. A tinket ide raktam, és itt a gétje, a testre megy a másik vége a tirisztornak, egyértelmű, hogyha én ezt kinyitom, akkor minden egyes félhullám alatt ő züm, 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 csak ebből nem fogunk semmit látni, mert 100 Hz-el zümmögteti, és mivel van a motornak tehetetlensége, az nem fog nekünk rá lelassulgatni a közökben, csak annyi lesz, hogy minden egyes
nullára leérkezéskor el fog engedni a tirisztor, és amíg itt tartjuk a feszültséget, ami nyitva tartja a tirisztort, addig fog menni a motor, és amint ezt elvesztük, a következő hullám végén meg fog szakadni az áramköre. Na most, hogy tudjuk azt megcsinálni, hogy ez szabályozható legyen? Hát úgy, hogy a motor alól fogunk és hozunk egy ellenállást, ami egyébként egy potméter esetén még szabályozhatóvá is teszi a dolgot. Egy potméter, ide rakunk egy tranzisztort, egy NPN tranzisztort, és azzal pedig majd vezéreljük a tirisztorunkat. Ide kell egy 1K-s móka ellenállás, 1K nagyon jó, és a tranzisztor bázisára pedig rakunk lassítani egy kondenzátort. És még kell nekünk egy potméter ide is. Na már most, hogy is működik ez? Mindjárt mutatom, ez egy nagyon jó kapcsolás, imádom. Tranzisztorral és tirisztorral tökéletesen működik. Nézzük az alaphelyzetet. Első hullám elindul fölfele. Itt megjelenik a feszültség. A tirisztorunk még le van zárva. Ha le van zárva, akkor a motornak van ugye egy minimális ómos ellenállása. A minimális ómos ellenálláson keresztül itt lesz a tápfeszültség. Legyen ez az UT itt, ezen a ponton. A tápfeszültségünk a lüktetőbe. Ez elindul fölfele, tök mindegy, itt megjelenik ugyanez a fél hullám. Lényeg az, hogy igen, ezen a ponton itt megjelenik a fél hullámunk. A fél hullámunk folyton növekvő, majd csökkenő feszültség, fél színusz. Motor ugye még nem dolgozik, tirisztor még zárva van, itt egy ellenállás osztunk. Már azt lehet látni. A tranzisztorunk mit fog művelni? Az ellenállás osztón keresztül, azaz, hogy itt még mint soros ellenállás, elkezdjük tölteni a kondenzátort. A gétünk 1K-n keresztül le van zárva. Egyben az emitterünk is közel, hát azon a feszültségen van, amit ez az 1K beállít, hogyha nem folyik áram a tranzisztoron, akkor ez itt test. Tehát az emitterünk közel testen van, de amúgy egy emitter követő kapcsolást láttok. Na most, amíg ez a kondenzátor üres, addig lent van a bázisunk is testen. Tehát, bekapcsoláskor itt lehet feszültség, ha ez a bázis testen van, akkor az emittere még lejjebb van, mert ez egy emitter követő, és a gétünk is lent van testen, az 1K-n keresztül főleg, le van zárva a tirisztorunk. Elkezd nőni a feszültség úgy. Az ellenállásokon keresztül töltődik a kondenzátorunk. Kinyitja a tranzisztort, amint elérte azt a feszültséget, aminél a tirisztor be tud gyújtani, plusz az emitterünk ki van nyitva, ott, ugye, itt még mindig itt a feszültségünk, ezen keresztül itt fog folyni az áram, kinyit a tirisztor. 0 volt lesz, a 0 volt hatására az ellenállásokon keresztül ugyanúgy vissza is sül az a kondenzátor, és kezdődik előről a móka. Na most a két potméterrel lehet beszabályozni azt, hogy milyen gyorsan teljen el az idő a kondival, és milyen gyorsan gyújtson be a tirisztor. Na most innentől kezdve csináltunk egy teljesítmény szabályozást, mert ebből a fél hullámból akár, ha van ideje, tehát ugye összeegyeztethető a fél hullám hosszával az ellenállások és kondenzátornak. A kondenzátor azt hiszem 1 mikro, de mindjárt megnézem a puskámat, mert én ezt régen lerajzoltam. 1 mikrofarád bizony, 1 mikrofarádos kondenzátor, és a potik, pillanat, a potik meg nincsenek itt. Hát azt nem tudom, miért nem írtam föl. A potmétereket meg majd kipróbáljuk, hogy mekkora kell. Szóval, hogyha a potméterek és a kondenzátor időállandója összeegyeztethető ezzel az idővel, akkor azt is meg tudjuk csinálni, hogy annyit késsen a nyitás, hogy a következő fél hullámból már csak itt kapcsoljuk be a tirisztort, és akkor egy icipici feszültséget fog, ugye a fél hullámból az oda leeső feszültséget fogja megkapni a motor, és zim, egy icipicit fog mozdulni. Ha tekerünk a potikon és hamarabb kapcsoljuk be a tirisztort, csökkentjük azt az időt, ami alatt feltöltődik a kondenzátor, és ki tudjuk nyitni a tirisztort, akkor lehet, hogy a következő hullámból már ennyit tudunk hasznosítani. Jó, csúnya lett. Ha még feljebb tekerjük, akkor a következő hullámból már lehet, hogy a felét tudjuk hasznosítani. És így megy arrébb, hogy tekerjük föl, lehet, hogy ebből már ennyit tudunk hasznosítani, és lehet, hogy az utolsóból már majdnem az egészet tudjuk hasznosítani. Lényeg az, hogy így lehet szabályozni azt, hogy a lüktető egyenfeszültség esetén a motorra
mikorra legyen rákapcsolva, még melyik pillanatban legyen rákapcsolva a őt működtető feszültség és ezáltal rajta átfolyó áram. És mindez tirisztorral, és láthatjátok, hogy semmi más nem kell hozzá. Ez igazából mondhatni egy lüktető egyen feszre épített PWM áramkör, legalábbis nagyon hasonlít hozzá, csak ugye nem négyszög jellel csináljuk ezt a kitöltési tényező változást, hanem a színuszunkkal. Tirisztorral is egy transformátoros, akár 50 Hz-es transformátoros, gréces egyenirányítás után a lüktető 100 Hz-es egyen feszültséggel tudunk csinálni motorsebesség szabályzást. És mondom, nekem az Esztergámba ez a kapcsolással megépítve, és egy 25 amperes tirisztorral szabályzom a jó kis Polski Fiat dinamót, mint villanymotor, és tökéletes sebességszabályzást lehet vele elérni. Ezt a kapcsolást össze fogjuk pakolni. Mint mondtam, a váltakozó feszültségű és áramú rendszerekben ugye folyamatosan változik az áramirány és a feszültségnek a polaritása is. Nos, itt, ha ebben a rendszerben próbálunk tirisztorral kapcsolni, egyenirányítani, akkor ő csak egy fél hullámot lesz képes kapcsolni. Ahhoz, hogy a másik fél hullámot is kapcsolni tudjuk, kell egy másik tirisztor, ami vele szembe van kötve. Na most ez az eszköz már a triak lesz. A triak az két egymással szembe fordított tirisztor, és a vezérlő elektródáik, a gétjeik, ez a G, meg ez is egy G, ez meg onnantól kezdve anód 1 és anód 2 lesz, mert igazából mind a két végén van ott anód. Lényeg, hogy a G-t is ki van vezetve a közös G-tünk, lesz egy G-nk, és lesz egy anód 1, anód 2-nk, ha ezt egy váltakozó feszültségű, váltakozó áramú körbe bekötjük, tehát teszem azt, itt jön be a 50 HZ, és ezt ide kötöm, másikat viszem tovább, és legyen ez a fő, ez meg a nulla, vagy az lő, nem, nálunk fő, tök mindegy. És akkor ezeken keresztül izzót vezérlek, akkor egyértelmű, hogy a van pozitív félhullámunk, meg negatív félhullámunk a váltakozó feszültség hatására nullához képest, és a pozitív félhullám, ha itt plusz van ehhez képest, plusz van, merre fog tudni folyni áram? Erre. Ha viszont itt pont a negatív van, akkor merre fog folyni az áram? Erre visszafele. De merre? Ezen keresztül. Tehát egyértelmű, hogy a triakkal, ez a triak. Triac. A triakkal oda-vissza tudjuk vezérelni onnantól kezdve a fényerejét a lámpánknak, vagy egy olyan univerzális motort, de igazából, mivel hogy a színuszt is, ha az elején nyitjuk, akkor igazából bármi mást, csak van, ami nem szereti. Alapvetően a triakos dimmerek, fázis hasítók, azok az univerzális motorokat szeretik, és tudják jól szabályozni, és ohmikus fogyasztókat, fűtőszálak, izzószálak, hasonló fogyasztók, de erről nagyon szép magyarázatot láthattok egy szuper kapcsolással, a Monthegesztőn videójában, a másodikba be is vágom ide. Itt most egy egyszerű fényerő szabályzót, egy dimmernek a kapcsolását láthatjuk. Ez itt egy triak. A triak az egymással szemben két tirisztor, tehát két irányban használható tirisztor pár. Össze van kötve minden elektródája, van egy közös gétjük, és van két, hát most anód 1 és anód 2, mert mind a két irányból van anód is. A lényege az a triaknak, hogy bármelyik polaritással be lehet kötni, mindig működik valamelyik tirisztor benne, magyarul váltakozó feszültségen is használható, mint a mi a falból jön nekünk. A tirisztor is úgy működik, ugye, hogy van a kis tirisztorunk, legyen ez most testen, itt egy izzó, itt egy plusz, betápunk, ha van, akkor ha én ide egy akkora feszültséget kötök, amekkorával már a tirisztor kinyit, megindul egy gét áram, kinyit a tirisztor az öntartásban marad. Ez egy olyan félvezető, hogyha kinyitjuk, az úgy marad, mindaddig úgy marad, amíg a tartó árama megvan. Ha megszakítjuk az egész áramkört,
akkor megszűnik a tartóárama, az a minimális áram, amivel ő még behúzva, mintha relé lenne, akkor behúzva maradna. Na magyarul, hogyha én ezt kinyitom ezt a tirisztort, akkor az izzó világítani fog, ameddig itt feszültség van. Ha itt megszakítom a feszültséget, akkor megszakad, visszakapcsolom a feszültséget, már nem fog világítani az izzó, mert újra be kell gyújtani, hogyha megint izzítani akarom. Na most az a jó nekünk, hogy itt a váltakozó 230-unk, az folyamatosan változik. Tehát ez itt a pozitív tartományban, ha ez itt a nulla vezető, ez pedig fölötte a L, akkor itt a nulla voltunk, és a L, tehát a fázis, az hol a pozitív tartományban van a nullához képest, hol a negatív tartományban van, tehát ha a nullát nézzük, a nulla vezetőt, a fázis hol plusz, hol mínusz, hol plusz, mint hogyha egy elemet oda-vissza kapcsolgatnánk a konnektorba, a röfi arcába bele így, másodpercenként 50-szer változtatgatja ezt. Na most, amikor pozitív tartományban van például ez a színusz hullámunk, ami a falból jön, és ott rányitok egy ilyen tirisztorra, akkor kinyitom a tirisztort, vezet végig, vezet, világít az izzó, majd itt megfordul az áramunk. És ez a tirisztor a másik irányba már nem fog vezetni, egyrészt, hogy megszakad az az áram, ami itt folyt rajta, mert megfordul az áramirány, és megszakad az áram. Na most egy tirisztor innentől kezdve egy váltakozó áramú körben mit csinál? Csak a ugyanazon fél hullámokban fog világítani az az izzó, csak akkor vezet a tirisztor. Viszont, ha párhuzamosan rárakok egy másik tirisztort, ami a másik irányba fog majd kinyitni ugyanerre a nyitó impulzusra, akkor az egyik tirisztor itt vezet, másik tirisztor itt vezet, egyik tirisztor itt vezet, másik tirisztor itt vezet, és itt jön be a képbe az, hogy triak. A triak ezért jó, a triakkal a váltakozó áramú körben is oda-vissza tudjuk vezérelni az eszközünket, hogy mikor legyen nyitva, mikor nem. Hogy is működik ez? Ez itt a fogyasztónk, ez most jelen esetben egy izzó, majd ez nem lesz izzó, amikor odáig jutunk. Első eset, legyen ez a plusz, ez meg a mínusz. Ez ugye már ez. Ez a fél hullám esete itt. A pozitív feszültségünk elkezd nulláról növekedni egészen, a csúcsértéke az 320 volt. Egyen feszültség lenne, ha azt betöltenénk egy kondenzátorba. Tehát ez a feszültség elkezd nőni, itt tartunk, most elég lassan nyomjuk, pedig ez másodpercenként 50-szer megtörténik, de most nagyon-nagyon lassan elkezdünk itt nőni. Ez a pozitív feszültség a nullától egészen a 320 volt csúcsig elkezd fölfele növekedni. Mi történik? A kettő között itt egy potméter, egy ellenállás és van egy kondenzátorunk. Nagyon jó. Elkezd nőni a feszültségünk. Az ellenálláson keresztül ez a feszültség ebbe a kondenzátorba bele fog töltődni. Na most az egész feszültséget nem fogjuk beletölteni, mert hogy ez egy diak. A diakot úgy lehet elképzelni, mint két darab zener diódát egymással szembe. Ebből az irányból is csak akkor fog áttörni, akkor fog áram folyni, ha már megvan köztük, teszem azt egy 12 voltos diak esetén, ebből az irányból csak akkor fog átfolyni áram, ha már a kettő között van 12 voltos feszültség. Ha emelről folyna az áram, akkor is csak akkor folyna áram visszafele is, ha meg lenne köztük a 12 voltos feszültség, de akkor már majd folyik az áram. Na most itt jön be a képbe az, hogy eleve a triakot nyitni is. Ide kell egy adott feszültség, azt hiszem, hogy ilyen 2-3-4 volt, biztos, hogy kell neki egyébként nyitni, bár árammal adják meg, hogy a nyitó árama mennyi a géten a triaknak, de alapvetően, ha jól emlékszem, egy 3-4 volt szokott kellene neki, ezt hozzászámoljuk, ha ide most rakunk egy 12 voltos diakot, már egy olyan 16 voltnak kell lennie itt, ahhoz, hogy be tudjuk gyújtani a triakunkat. Tehát, folyik a fogyasztónkon keresztül az áram, az izzó még nem világít, mert csak milliamperek folynak, folyik az ellenálláson, töltjük a kondenzátort, nő a feszültsége, ahogy megyünk föl a színuszban, nő a feszültség a kondenzátornak, elérjük azt a 16 voltot, hát az nagyon pici ehhez a színuszhoz képest. Tehát ha az a színusz, hova rajzoljam, már alig férek. Ha az a színuszból egy negyed hullámnyi, mert a fél hullámnak a fele itt a csúcsa, itt indul a 0 voltról, itt meg már a 320 volt van. Az a 320, mint mondtam, az a 230 szorozva gyök 2-vel, az 1,41-szeres, ez a csúcsérték, ez a csúcsa, ott az a csúcsa. Na most az a 0 voltról, amikor elindul fölfele, hát az a 16 volt, az hát a 1/10 az a 32, legyen itt.
Már itt kinyitjuk a tirisztorunkat. Persze ez akkor, hogyha úgy állítjuk be, hogy már 16 volt itt meglegyen, amikor itt tartunk a színuszban. Tehát magyarul, ha ezt a potit teljesen lehúzom idáig, csak a 110 kilós korlátozó ellenállás van, akkor elég gyorsan föltölti ezt a kondenzátort, van egy időállandónk, a kondenzátornak van egy töltődési ideje, ami totál egyszerre indul azzal, mint a színusz itt elindul fölfele. Innen elindul a feszültség, a kondenzátort töltjük, annak van valamennyi ideje, hogy föltöltődjön a kondenzátornak. Minél kisebb itt közt az ellenállás, annál gyorsabban eléri azt a 16 voltot a kondenzátorunk, ahol kinyitja a tirisztort, az ezt a tirisztort, amelyik ebbe az irányba dolgozik most aktuálisan, jó a triakon belül az egyiket, és mivel az összezárja magát, elkezd folyni az áramunk, a izzónk világít, vagyis a fogyasztónk világít. Onnantól kezdve már nem kell innen töltögessünk senkit tovább, ki van nyitva a triakunk, meddig? Mindaddig, amíg ez a fél hullám le nem cseng. Majd jön a fordított feszültség, akkor ott mínusz van itt meg, plusz, teljesen mindegy, visszafele kezd el töltődni a kondenzátorunk, kondit most azért ez egy polarizátlan kondenzátor, ez a 100 nanós, visszafele is tölthetjük, kész, töltjük a diak visszafele, és ugyanúgy 16 voltnál fog kapcsolni, most a másik triakot fogja kinyitni, vagy másik tirisztort fogja a triakon belül kinyitni, puff, megint világít az izzó. Ahova állítjuk a potmétert, azt állítjuk, hogy a kondenzátor töltődési idejéből mennyivel később kapcsoljon be, mint a színusz kezdete. Ha nagyon rövidre vesszük, magyarul csak a minimális korlátozó ellenálláson keresztül fogunk bekapcsolni, ide fogom átrajzolni, mert itt jobban néz ki. Kezdjük a színuszunkat, itt az eredeti színusz, megy föl, fut föl. Na most, hogyha nagyon gyorsan be tudjuk kapcsolni, akkor kb. Itt fog bekapcsolni, és egy ilyen jelalakot fogunk kapni, és innen végig nyitva lesz a triak. Ha viszont jó nagyra széthúzzuk ezt a potmétert, hogy az a kondenzátor ne tudjon egyből föl, nagyon lassan töltődjön fel még arra 16 voltra is, aminél kinyithat, elérhetjük azt is, hogy akár sokkal később fog bekapcsolni, akár a első negyed hullámban, akár a csúcsértéknél is bekapcsolhat, akkor egy ilyen alakú jelet fogunk kapni, és innen egy lecsengőt, de már megint nem férek, van ennek másik oldala. Tehát megtehetjük azt, hogy akár a színusz elején kinyitjuk, akkor lesz egy ilyen jelünk, ha utána kicsit később nyitjuk ki, akkor leharaphatjuk az elejét, lehet egy ilyen jelünk, és ezt mindvégig lehet csökkenteni, akár a csúcsán is elkaphatjuk, akkor lesz egy ilyen jelünk, és azt is elérhetjük, hogy csak a legesleges legvégén kapcsoljon be, ha az időállandónk az 50 Hz-en belül a félhullámnak összeegyeztethető, igen, a félhullám hosszával, akkor azt is elérhetjük, hogy már csak a legvégén kapjuk el, és csak ennyi kis vackot tudunk leharapni a színuszból. A diak igazából egy, úgy lehet fölfogni, mint két zéner dióda egymással szembe. Tehát két zénert, ha azonos feszültségű zénert egymással szembe kapcsolunk, akkor mi fog történni, ha például ezek 12 voltos zénerek, csúnyán írom a kettőt, ha erről kapcsolok az egész körre, legyen egy fogyasztónak egy ellenállás, ha erről van a plusz, erről a mínusz, ezt most ugye, mert hogy váltakozó áramú feszültségű körre használjuk, ha erről van plusz, mi fog történni? Ez a dióda nyitó irányba, látjátok, ez az anódja, nyitó irányba fog kinyitni, és 0,6-0,7 volt esik rajta, de itt már beütközik egy 12 voltos ellentétes irányú zénerbe, ez viszont már a zéner feszültsége után fog csak kinyitni, tehát ez a 12 hozzá fog adódni a 0,6-0,7-hez, 12,7 volt fog esni így az egész tagon, és folyik az áram. Ha erről van a plusz, akkor jön, ellenállás az egy dolog, ez fog nyitó irányban kinyitni, 0,6-0,7, és megint csak beleütközött egy szembefordított zénerbe, ami 12 voltos, megint csak 12,6-12,7 volt feszültség fog esni. Ebből az irányból is, amikor áram folyik ugye az ellenállatunkon, a két zéneren közösen. A lényeg az, hogy mindkét irányból adott feszültség hatására fog megindulni
az áram és adott feszültség fog esni a tagon. Na ez a diak. A diak pont így működik, kicsi kék alkatrész, majd ki fogjuk próbálni, és ott van a Zener dióda ellenőrző kis kütyüm ugye az újraépített tápomba, és abban megmutatom, hogy mindkét irányba ugyanúgy. Akárhány, azt hiszem 12 voltos diakon van, 12 volt fog esni rajta, de helyettesíteni lehet diakot két egymással szembe fordított Zener diódával, és mint a előző videó részletben láthattátok, itt a triaknak a igazi rajzjele, és ott láthattátok, hogy ugye összeegyeztethető volt a kondenzátorunk töltődési ideje a fél hullámunknak eltelt idejével, és akkor, hogyha azon belül, hogy ez itt lecsengene, mi ki tudjuk nyitni a diakkal, meg ezzel a kondival a triakunkat, akkor fog világítani valamennyi. Hogyha mi ezt ugye, ezt az elnást teljesen rövidre zárjuk, úgy tekerjük a potmétert, hogy csak a 10K maradjon, akkor elég hamar már itt a hullámnak az elején elérjük azt a feszültséget, amivel a diakon keresztül mi kinyithatjuk a tirisztorunkat, és világítani fog azonnal szinte a hullám kezdeténén az izzó. Viszont, hogyha jó hosszúra hagyjuk ezt a eltelt időt, amíg a kondenzátor töltődik, megnöveltük a potméterrel az ellenállást, akkor csak itt a végén kapjuk el a hullámot, akkor bizony, mert addigra töltődik fel a kondenzátor, itt teljes fél hullám ideje alatt csak akkora töltődik fel a kondenzátor nyitási diak és triak nyitási szintre, hogy már csak egy pici fényerővel fog éppen a legvégiből elkapni valamit. Ezt fogjuk még kipróbálni, itt van nekem a ponthegesztő vezérlőm, a BT-139-es, rá fogjuk kötni a hantekre, és a leválasztóból, persze, mert a hantek az nem földeletlen, leválasztóból meg fogjuk nézni, most már egy szép jelalakot akarok látni, hát ha a hantek meg is rajzolja nekünk, egy szép jelalakot akarok látni, hogy egy ilyen félhullámból, meg az alsó félhullámból egy ilyen triakos dimmer mit művel, és azon meg tudom mutatni, hogy a potméter tekergetésével igazából milyen szép jelalakokat lehet előállítani. Na most a ponthegesztőnél annyira nem számít, de például itt a tábla mögötti dupla tápomnál ott ugyanígy triakos dimmeres fázis hasítós feszültségszabályzás is van a nagy transformátoron. Sajnos a transformátor ezeket az icipici kis tüskés éppen használatokat nem szereti, főleg azt, amikor felugrik egészen csúcsra, és ott kapcsoljuk rá a transformátorra, mint egy négyszögjelet, ott kapcsoljuk rá a transformátorra a csúcs feszültséget, azt nem nagyon szereti a trafó, mert ő szeret inkább szép lassan felmágneseződni, majd lemágneseződni, átmágneseződni, nem az, hogy hirtelen rácsapjuk a 320 voltnyi csúcsfeszültséget, és onnan még csinálj valamit, nem szereti a trafó, sokkal nagyobb vesztesége van, jobban melegszik, nekem egyszer az a trafó a hőbisztélyét ki is patintotta, azóta egy elektronikus hővédelem van benne amúgy, de ha ott a transformátorral sorba kapcsoltam volna olyan induktív és kapacitív tagokat, amik ezeket a tüskéket kicsit legalább lekerekítik, akkor biztos, hogy jobban működne az a tápom, de majd egyszer lehet, hogy átépítem, és akkor kap egy újabb vezérlést, de alapvetően egy hasonló dimmer van benne, mint ez, csak a dimmerben a potmétert én egy motoros potméterrel helyettesítettem, és egy villanymotor tekergeti szó szerint oda bent, tekergeti föl, mindig 10 volttal feljebbre, mint a kint beállított feszültség, tehát azzal ugyanúgy lehet csinálni egy ilyen szabályzást, és ha jól megnéztétek, igazából, ha pici gétáram kell csak a triaknak, akkor ide lehet akár rakni egy fotoellenállást is, és a fotoellenállást pedig lehet vezérelni egy LED-del, a LED fényerejével. Na most ott azért tudni kell, hogy gyors változásokra ne számítsunk, mert a fotoellenállások, az LDR-ek, azok nem túl gyors alkatrészek, ezt viszont a moduláros egyik videómban lehet megtekinteni, hogy mennyit késik egy fotoellenállásnak az ellenállás változása a fényváltozáshoz képest. Na most azzal is lehet akár egy szinte egy optocsatolót csinálni, egy analóg optocsatolót lehet vele ugye építeni, hogy egy egyik oldalt LED, másik oldalt LDR, és akkor azzal lehet egy másik eszközzel is szabályozni a fényerejét, akár egy ilyen izzónak, vagy a sebességét egy rákötött univerzális motornak, vagy adott szűrőtagokon keresztül egy transformátorról leszedhető teljesítményt és kimenő feszültséget. Ez ugye teljesítményszabályzó, nem feszültségszabályzó, azt azért tudjátok. Egy ilyen kis, szerintem 15 vagy 25 amperes, 15, mert T15,
N400. 400 voltos, 15 amperes, ilyen gyönyörűség. Hát szerintem többet is elviselnek egyébként ezek meg. Inkább ez is viseli a 15 ampert ezzel a lábbal, mint egy ilyen TO220-as tokozású kis tranzisztor egy fél négyzetmilis lábbal. Most látható, hogy van neki egy kisebb kis cuki lábacskája, így látjátok is. Meg van ez a szép nagy, hát ez is sarus is, mert hogy ez csavarozható is egyben. Ez a másik nagy áramú kivezetés, meg maga a háza a másik kivezetése. És ha rajta van a rajza, de nem biztos, hogy merre van a diódája, akkor majd jó, megsracoljuk, meg ki kell próbálni ennyi. Na most a tápocskámból, ott van 15 egész, remélem látszik, 15,3 volt. Ott van, látszik. Jó, itt jön a végén, itt van. Ha megszikráztatom, akkor megszikráztatom. Az izzóra rákötve, ugye a pluszákban lesz majd az izzónk, akkor az izzónk gyönyörűen világít. Nagyon jó. Hát akkor kössük közé a tirisztorunkat, méghozzá úgy, hogy szerintem legyen a negatívabb felől a háza. Most ez tényleg satra megy, mert fogalmam sincs, hogy ez a tirisztor hogy van bekötve. Nem biztos, hogy így egyébként. És itt hoztam direkt a teljesítmény ellenállásos kis dobozkámat. Megpróbáljuk például begyújtani. Hát 4,7K-val szerintem nem fog. Azt se lehet tudni, hogy jó irányba kötöttem ebbe. Megpróbálom megfordítani hát, ha én vagyok a béna. Jó. Hát ilyen nincs. Jó. Oké. Tehát, és meg is szakadt, láttátok? A katódja az pont ez a kivezetése, és az anódja a nagy fémház. Tehát az van a pozitív felől, és bizony-bizony az anódjáról adom a pluszot, akár innen is adhatnám, és úgy maradt, elengedtem világít, és akkor szakad meg, ha megszakítom a teljes áramkört. Persze nem, most az anódján itt van a távfeszültség izzón keresztül. Ha én innen hozom le, mennyi ez 750 ohmommal, vagy mennyi ez nem 750, mennyit mondtam. De 750 ohmommal, ha innen hozom le, akkor is begyújtja természetesen, és ha összezárom utána a katódjával, akkor ugyanúgy a 750 ohmmal, ez nem csinál semmit. Nem zár le, nem szakad meg az áramkör, ez itt semmit nem érek vele. Viszont, mint mutattam, ha nem rajta folyik át az áram, hanem őt megkerüljük, itt van, én fogom és magát a tirisztort összezárom ezzel a csipésszel, világít jobban az izzó, majd elveszem, és abba is hagyta a világítást. És újra lehet gyújtani, paing, megint úgy maradt, és megint csak összezárhatom a tirisztort, és megszakadt. Nézzük meg, mennyi esik a tirisztoron. Amúgy ez, mint öntartó kapcsolás, tényleg egy öntartó relés kapcsolásnak felel meg, azt is behúzzuk a relét, igen, hogyha több áramkörös. Behúzzuk a relének a behúzó tekercsét, és akkor önmagát fönn tudja tartani, még meg nem szakadt az egész áramkör. Na most nézzük meg, hogy mi van a tirisztoron. Ide szépen a két csipesz közé majd ide bebigyeztem a műzét, műszer végét. Most ott van 15,3, 15,2, nagyon jó. Ott van a tirisztoron. Na most a tirisztort én kinyitom, akár innen. Kinyitottam, maradt rajta 0,9 volt. Látszik, jó. 900 millivolt esik most a tirisztoron, és átfolyik rajta valószínűleg az a 2,5 amper, ami ugye a 35 wattos izzomon szokott folyni. Na most az 1 volt, ilyen 2,5 watt, úgyhogy ez szép lassan melegedni fog. Ajaj, most vibrál a fényünk. Ne vibrálj. Na, jó, abba is hagyatom vele. Méghozzá úgy, hogy rövidre zárom. Úgy, most semmi nem esik rajta, lehet látni, ott van a műszeren 0 volt, van, elengedtem, és kész, ott van megint a 15,3, lezártuk a tirisztort, de ha én fogok egy kondenzátort, innen kiveszünk egy mekkora vagy 1000 mikro 35 voltot, akkor fogom magam, először is most fel fogom tölteni a kondit, nem töltöm fel, most ez egy kisütött kondenzátor lesz, begyújtjuk szépen a tirisztorunkat, begyújtottam, megint vibrál. Nem tesz nektek ez jót. Elteszem ide. Ott jó. Jó. Na, szóval világít az izzó, az is látszik. Én is látszok. És most nyitva van, most a tirisztoron ott van a 0,9. Most fogom magam is rá, fogom rakni a kondenzátort a tirisztorra, és
ezzel én fogom magam és a üres kondenzátort, hát sokat nem értem vele, vagy nem volt eléggé kisütve, de nem folyt akkor áram a kondin, hogy kihelyettesítse a tirisztor áramát. Hát most így jártam, ez, na most volt annyi. Jó, most sikerült lezárni vele. Nyissuk ki megint. Ó, ott volt a delej, mert hogy az föltöltődik tápfeszültségnyire. Na most megint csak azt játszom el, hogy a kondit rá fogom így tenni. És még ha én, hát nem érintkezik, az a baj. Hirtelen nem tud akkor áram folyni, nézzük. Uf, na most jó, most érintkezett. Hogyha itt csak szikláztatgatom, akkor ott van egy kontakt ellenállás, és nem sikerült vele. Lezárjam, tehát csak a kondi rátöltéssel ezt a felét ráteszem, nézzétek. Kondi rátöltéssel... Most se sikerült. Kondi rátöltéssel én fogtam magam és lezártam. Na most ugyanezt meg lehet csinálni, ha én ebbe töltök. Nem onnan akarom direkt tölteni a feszültséget bele. Nyissuk ki ezt a tirisztort. Nyitottam. Ezt a kondit most kisütöm és feltöltöm erre a amúgy gyenge 9 voltos elemnyi feszültségre vagy a közelébe. Feltöltöm, kb. Valamennyi beletöltődött, és ha ellentétes polaritással én rásütöm a tirisztorra, most a mínusz van jobbra, akkor biztos, hogy lezártam vele, és kész is. Na most ugyanígy, ha én ezt előre föltöltöm, akkor meg tudom tenni azt, hogy egyik eszközömmel elindítom a tirisztort, a másikkal meg lezárom a tirisztort, tehát kívülről le lehet így zárni a tirisztort, vagy rövidre zárjuk, akár csipesszel, de mondom, mint a malackában egy kapcsolóval, nyomógombbal, vagy kondenzátort töltögetünk, sütögetünk rá, ezzel is le lehet zárni egy tirisztort. Akkor most megvolt a tirisztor kibekapcsolás, rakjuk össze vele a kis lüktető egyen feszültséges, azt itt aztán majd asztalon valamit tudok alkotni, motorsebességszabályzót. Annyira egyszerű volt, muszáj volt kipróbáljam. Összeraktam 1 kilómos ellenállásokkal, mert az előbb már magától kinyitott. 1 kilómos ellenállásokkal lezártam ugye mind a két tranzisztort alaphelyzetben, és hogyha 4,7K-n keresztül én a alsónak, tehát ez a NPN tranzisztorunk egy BD241, az egy BD242, megadom a nyitó feszültséget, úgy is marad, mindaddig, amíg persze meg nem szakítom az áramkört. Nos, ennyi egy tirisztort összepakolni, tudom, látszik-e. Egy BD241 és egy BD242-es tranzisztor. Valóban működik ez az öntartás, de mondom, kell a lezárás. Mindjárt kipróbálom még nélkülük, hogy le lehet egyáltalán őket zárni. Szerintem kell az ellenállás mindenképp. Sajnos nem megy így. Ezek kéne gyújtsa itt nekem a pólót. Hát most bekötöttem csak a tranzisztorokat, ugye ellenállások nélkül. És jó, hogy le tudom zárni az NPN, de visszanyit. Tehát annyi minimális bázis áram megindul mind a kettőn, hogy kinyitják saját magukat. Tehát kell az ellenállás oda, úgyhogy az a helyettesítő rajz ugye abban a formában nem nagyon állja meg a helyét, de az elv működne, ha le lenne zárva alapba az a tranzisztor, de sajnos kinyit. Úgyhogy ellenállással végül is még működik, mint tirisztor. Hát annyira bonyolult a kapcsolás, hogy itt ez a szép barna kékkel jön le a mindentudó tápomból a 12 és a 25 közül 13 volt váltó, bemegy szépen ebbe a gréchídba szépen középre, ott a mínuszunk, itt a mínuszunk az megy rá a tirisztorra is, meg jön itt vissza ezzel a piros-fekete kábellel, a kondenzátorunkra, az 1 kg ellenállásunkra, 2 potméterre, és ott alul el van dugva egy tranzisztor. Igen, az egy ilyen, nem is tudom, 2SC-s tranya, sima NPN, és itt a 2 potméterünk, egy 4,7K-s, meg egy 10K-s. Na most a 4,7K-ssal a túlsóval a határok között lehet játszani, hogy melyik kitöltés és melyik kitöltés között szabályozzon, a másikkal meg magát a szabályzást, az egy mikrót azt ugye láttátok, ott van, tehát ez az a kapcsolás, és ott a tirisztorunk, itt a kimenete az emitteréről jön, azt hiszem a nagyon el van dugva itt a zöld megy a gétre, így van, és a tirisztorunk másik vége az meg
ott onnan jön egy az egybe a felső, az anódjáról jön ugye be a potméter, a 4,7K-s arról megy a kollektorra, de a kapcsolást visszanézitek, ott van, a másik meg a kimenet, ott megy erre az izzóra, hogy mindjárt ezt fogom szabályozgatni, ilyen bonyolult a kapcsolás, hogy csipesszel, meg légszerelettel össze lehet dobni. Jó, persze, nyáklapra is valóban meg lehetne tervezni, rátervezve a tirisztort, vagy akár azt bele a panelba, vagy egy hűtőbordába, lehet azt vezetékelni, de tényleg ennyi, két potméter. Az egyik az ugye legyen trimmer, mert azzal állítjuk be a határokat, a másik meg lehet kézzel tekergetős, és ennyi, egy ellenállás, egy kondenzátor, meg a tranzisztorunk is, és ennyi. Kell nekünk a váltó, amit majd mindjárt megjelenítek a szkópon, és nézzük meg, hogy hogy szabályoz. Mint láthatjátok, a tápomból jön, szkóp rajta, itt a váltónk, ez jön be, ott az, kereken 50 Hz, 13,7 volt RMS, nagyon jó. És ez jön be, a lüktető egyent is megmutatom. Hopp, összezártam közbe. De bírta, jó, a lüktető egyenünk meg ott van. Hát pont fordítva, de miért megáll ez? Én kötöttem rá fordítva, persze, amaza minusz, oké. Akkor nem megáll, bocsi. Ott van, ott a lüktető egyenünk. Hát a teteje egy kicsit torz, de mindjárt. Kijebb terítjük, ott van a lüktető egyenem, ez lett a színuszunkból, ezzel fogunk majd játszani, nem tudom miért riszál ennyire. Na így vagy megfogja, jó? Na, ott a lüktető egyen, de előbb megmutatom, hogy mit csinál ott az izzó rákötve, és ezzel tudom szabályozni magát a fényerejét azon határok között, amit ez állít. Tehát ezzel akár lejjebb is tudom venni. Meg ha teljesen letekerem, azt meg tudom csinálni, hogy mennyire világítson, ha teljesen le van tekerve. Meg tudom tenni, hogy például innen induljon, és innen felfele tekerve megy ki maximumig. De most megnézzük, hogy milyen jele van a szkópon. Ahhoz ez kell. És mindjárt oda rákötöm, láthattátok, hogy néz ki a lüktető egyenünk. Na most megpróbálom megint csak nem polaritás helytelenül rákötni. És mivel nincs köze a kettőnek egymáshoz, mert nem földelt amaz, így nem lesz baja a szkópnak se. Remélem, hogy érintkezik. Nézzük csak. Ott a jel, jaj de szép. Mindjárt szépen rá fogok a kamerával közelíteni. Így most látszik az izzó is. Meg az oszcilloszkóp képernyője is, és akkor elkezdem csavarni óvatosan. Az izzót van, elkezdett varázslani, és akkor a jelet hasítunk ki a fél színuszokból. Megpróbálok picibb jelet csinálni, de nem biztos, hogy fog. Látjátok, elkezdett vele hülyéskedni, nem tudok kisebbet, tehát ez a minimumunk. Így, ha ezt teljesen lecsavarom, akkor ez lesz a minimum, és akkor elkezdem csavarni föl. Na. Hello. Ott van ekkora fényerővel, talán lejjebb tudtam venni belőle az előbb. De a patik se túl. Na, ott. Nem, ez a minimum. Ez a minimum, és innen csavarom föl, és onnan tudom felcsavarni egészen addig, amíg a két potméterrel ez a csuma. A másikat feltekertem teljesen, ha most nem ezt letekerem, most lehet megcsinálni azt, hogy beállítom a minimumra a másik potival. Hopp, ez már túl is tekertem. Jó, és akkor nem ezzel a potival lehet. Hát, ha 100%-ot nem is, de másik poti az egy kicsit kisebb lenne, valószínűleg lehetne még finom hangolni, de ezen határok között lehet tekergetni. Még egy kicsit lejjebb veszük a mazza. Hopp, túltekertem. Nagyon, ennél sokkal kisebb potméter kéne, nem 4,7 kilós,
Oda szerintem ilyen 1 kilós kellhet, és emez meg 10 kás. És akkor itt lehet látni, hogy milyen szépen szabályozza a szélességét a minimum és a maximum között. Ha ezzel a két potival játszotok, akkor természetesen le lehet ezt valószínűleg még lejjebb is venni. Csak most én hirtelen ilyen potikat tettem rá. És ugyanezt műveli, ha villanymotorra kötöm. Kedvenc áttételes villanymotoros mókámat közé tettem, ugyanazon beállításuk mellett ez nem mozdul, és ott nincs is feszültség. És elkezdem tekerni neki szép lassan, akkor elkezd vele játszani szépen, komótosan, és ha oda tekerem, akkor kicsi túllövésekkel, mert a motoron nincs dióda. Itt lehet a csumát beállítani most a másik potival. Meg a minimumot. Akkor kell oda, mégiscsak motorhoz kell oda nagyobb poti, jó a 4,7K. Itt a minimumunk most. És itt a maximumunk. Szóval ilyen jelet tudtunk elérni. És ha feltekerem mindkettőt, akkor ez a maximumunk. És ez a szép ritka jel lett a minimumunk. Itt igazából már összemérhető a kondi töltődés ideje, és van, hogy csak később gyújt. Itt láthatjátok, hogy kihagy néhány félhullámot, mert lassabban töltődik fel a kondenzátor, mint hogy lefusson a kör. De ha én azt az időt csökkentem, akkor egyre jobban belefér, majd elkapjuk a 100 Hz-en töltődést, és azon belül is lehet ugye kitöltést változtatni. No, ez egy lüktető egyenfeszültségű fázis hasító. Igaz, hogy itt a motornak a önindukciós feszültsége miatt ilyen csúnya jel lesz belőle, de mint láthatjátok, egy ilyen egyszerű kapcsolással lehet csinálni lüktető DCS természetesen. Ilyen jól állítható, ez a minimumom. Lüktető DC-hez motorsebességszabályzót. Tehát ha eleve trafós, 50 Hz-es trafós a táplált motor, akkor nem muszáj itt bonyolult MOSFET-es kapcsolásokat létrehozni, és a tirisztalom jéghideg, jó persze ez milliampereket fogyaszt, de ha meg van hűtve, akkor azzal a feszültséggel is teljesítménye lehet számolni, ami ugye esett rajta 0,9 volt. Na, annyi marad rajta, 15 ampernél, ha elég hűtés van rajta, akkor ezzel is lehet tökéletes motor sebességszabályzókat alkotni. No, nézzük meg azt a fázis hasítót 230 voltra. Ez a panel ismerős lehet ugye a motos hegesztősből. Nos, mivel nekem nem pillanatokra kell a jel, hanem állandóba, ezért a relét rövidre zártam ott azzal a átkötéssel, és itt a kis vezérlőm, ezen most állandóan majd a zöld fog világítani, azt sárga nem fog világítani, mert nem a relét húzom, de ott lesz a jel a kimeneten. A kísérlet, mint mondom, hálózatról nem végrehajtható, mert a szkóp az földelt. No, akkor nézzük, mit műveltem. Szor 10-ben van a szkópnak a mérőzsinórja, látszik a kis kütyű, és be fogom kapcsolni. Leválasztóba vagyunk, izzón túl most. Jó, és ott a jelen, mert hogy állandóan kapja a jelünket, és ez a minimumom, még kisebbre le tudnám faragni a felsőt, meg az alsót is. Nem tud többet, hoppá. Jó, nem baj, amúgy lehetne osztani még bent is. Jó, és akkor tekenem fel a potméteremet, és láthatjátok, hogy a szanaszéjjel vágott jelből szépen a színuszjel kiszélesedik, és egyre többet látunk a hullámunkból, és egyre többet hasznosítunk. Az izzón is lehet látni, egyre jobb a fényereje. Na hát ez a maximuma, ugye itt az a minimális levágás, ami a diak miatt mindenképpen bennmarad az áramkörbe, tehát itt lehet látni, hogy nem, itt egyenesen fölfut, itt nyit ki, felfutó szakasz elején hirtelen fölugrik, ott az a diaknak a nyitási feszültsége,
és onnantól már csak csökkenteni lehet a jel méretét és a teljesítményét is. Itt a minimum, jó, ez a modhoz van beállítva, ezt mondom még lejjebb nulláig le lehetne tekerni szinte, ha potméterem akkora lenne. Egyébként az átkötést, ha most egy ilyen több 100 kilómos ellenállásra helyettesteném, akkor lejjebb tudnám tekerni. Szóval így lehet hasznosítani a fázis hasítót, és így szabályozza, de szépen mutatja a Hantec. És nem villog, nem vibrál. Itt a váltakozó feszítségű PWM. Na és ehhez ugye triak kell. Na nézzük még meg azt a diakot, aztán ennyi volt mára. Így néz ki egy diak, kicsi kék, és nincs neki iránya, és mint mondtam, nem átkapcsolom szépen Zener tesztbe, akkor ide kell ugye a Zener diódákat rakni, egyik irányból közé dugom, akkor mutatja mindjárt, hogy mennyire esik. Hát ez egy 24 voltos diak lesz, lehet azért olyan nagy az a jel. És emelre, ha bedugom, akkor is ugyanoda esik vissza. Na, vannak 12 voltos diakok is, így működik a diak, ez most úgy néz ki, hogy két 24 voltos Zener dióda egymással szembe kötve, azzal lehetne helyettesíteni. Fázis hasítókkal találkozhattok még a 230 volton működő kis kézi gépeinkkel is, mint a dekupírfűrész, meg körfűrész, meg sarokcsiszoló, ezekbe is lehetnek ugye, meg a fúrógépbe lehetnek ugye fázis hasítós teljesítményszabályzók. Ugye, mint mondom, ezek nem feszültségszabályzók, ezek teljesítményszabályzók, mert például, amikor a szinuszjel csúcsán kapjuk el, és ott engedjük rá, akkor a teljes feszültség ott van. Igaz, hogy a fele teljesítménnyel, de a teljes feszültség ugyanúgy ott van. Tehát ezek, mondom, teljesítményszabályzók, ezeket terhelni kell, hogy tényleg egyáltalán szabályozzanak. Nos, a ipari környezetben még szilárdtest relékkel is találkozhatunk fázishasításos rendszerekkel, mondom, lágyindítások és mindenféle motorsebességszabályzás. Ezekbe ráadásul optotriakok és nagy triakokat hajt az optotriak, azzal van megoldva, hogy teszem azt 3 és 24 volt között kapcsolható legyen. Viszont ezeknek a vezérléséhez már nullát menetet kell figyelni, ha nem nullát menet kapcsolós például benne az optotriak, és ott azért már egy kicsit nehézkesebb a fázis hasítás ezekkel, ott már okosság is kell, ezeket szokták már mikrovezérlőkkel meghajtani. Ugye a sima dimmer kapcsolásban önmagától működik, a nullát menettől kezd el eleve a kondi töltődni, tehát nem kell figyelni a nullát menetet, mert az alapján működik maga a kapcsolás, hogy a nullát menetektől kezdve működik, úgyhogy az egy ilyen puritán egyszerű kapcsolás és puritán egyszerű módszer. Nos, a fázis hasítások így működnek, fázis hasítók így működnek. Következő témánk pedig most már a szünetmentes tápegységek lesznek szerintem, úgyhogy az lesz a következő konyhanyelvben. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!